Hát üdvözlök mindenki srácok, illetve lányok, én Marki vagyok, és ebben a videóban a néző ijesztő videók és képei lesznek. Ha jól tudom, az ötödik rész, és ha jól tudom, ebben a videóban három kép lesz, illetve kettő videó. Majd kielemezgetjük útközben, hogy mik vannak az adott dolgokon. És biztos sokan kérdezik, hogy... mi ez a szemüveg? Igazából nyugalom, nem vagy szemüveges. Ez csak ilyen szemvédő, kékfényszűrő szemüveg, ami szerintem elég hatásos. Most igazából nem is húznám tovább az időt, inkább lássuk is a mai terméseket. Első, sétáló árny. Az első képet nem más küldtem, mint Bosznai Ádám. Hello, nagyon szeretem a videóidat. Ha lehet, rakd bele ezt a képet a néző ijesztő videó és képei című sorozatot következő részébe. Január 10-én fotóztam Magyar Kondizsa belvárosában, mert akkor leesett az első hó, és gondoltam, csinálok egy pár képet. De amikor megnéztem otthon a képeket, az egyiken ezt a furcsa alakot vettem észre. Szabad szemmel nem láttam. Úgy látom, hogy rejtélyes képből köztünk, ami nem meglepő, hisz erről szól ez a sorozat. Nos, a helyzet az, hogy itt van egy csodálatos kép, amin épp átsétál az úttesten egy árszerű lény. Na de vajon mi lehet ez? Elsőre arra tippelnék, hogy szimplán egy kamera hiba, magyarul egy ártatlan kis elmosódás. De most az van, hogy ebben a pillanatban más a helyzet. Ugyanis, mint látjuk, hát semmi nincs elmosódva, kivéve az az egy árnyalak. Nos, de ha egy pici szemügyre vesszük, ott, mintha valami vágáscsík lenne. Nos, de nekem nagyon az a gyanúm van, hogy ez szimplán egy sima elmosódás igazából. Mert hogy megnézzük itt a hópelyheket, azok is telibe vannak mosódva. És lehet, hogy az ember épp gyorsan sétált, amit te konkrétan nem vettél észre. Ezáltal úgy emlékszel erre, mintha tényleg valami dologot elsitált volna. De ha jobban megnézik, akkor a talajra vetődik egy árnyék is, amit az ugye az utcalámpa világított meg. Szóval én erre nem jelenteném ki, hogy ez valóban egy szellemet fotóztál, ugyanis én is csináltam már hasonló képet, és ugyanúgy belemozdult valaki, és ezt a jelenséget kaptam. Szóval nem kell félned, nem kell, hogy semmilyen szellem, nyugodj meg. Második. Rejtélyes arc. Ezt a képet IamFloriXD küldte Instagramon, egyébként mindenki Instagramon küldte el. A történet pedig így hangzik. Igazából ezen a képen egy arc figyel engem, nem szerkesztettem, spanokkal lent voltunk éjjel, és ezt kaptam lencse végre, mert hirtelen rosszul éreztem magam. És mint a figyel engem valaki, aztán fényképeztem egyet, és megjelent rajta ez az arc. Nagyon lesokkoltam abban a percben. Azóta történnek velem paranormális esetek, és ami a legrosszabb mindig, amikor egyedül vagyok. Tipikus egyedül lét, rosszul lét. Na, akkor lássuk is ezt a rejtélyes képet, amit küldtek. Figyelj, én ezen bárhogy nézem, én nem látok semmit. Látszik valami füstös-szerű alak, vagy nem is tudom, valami. Igazából annyira rossz a minőség, hogy nem tudok ebből kivenni semmit, de elvileg küldtél a második képet is, és bekarikáztad. Igen, itt is van. Látok ott valami alakot, de valahogy én abban nem látok arcot. Na várjátok, picit rásegítünk Photoshoppal, és megnézzük itt a dolgokat. Tehát egy kicsi színezésre rátettem Photoshopban, és fel is világosítottam, de nem nagyon látok itt se. Még ha nagyon bele akarom képzelni, még akkor sem látom, de srácok, én próbálok belelátni valamit, de nem. Mondom, valami alakot ott látszódik, de arcot egyáltalán nem tudok ebből kivenni. Tehát van ott valami alak, de arc az biztos, hogy nem. Srácok, és most elmondom, hogyha tetszik, amit látok, akkor dobjatok egy lájkot, illetve egy feliratkozást is, ugyanis ezzel mind-mind nagyon sokat segíted a csatornát, és a csengőt se felejtsd megnyomni, ugyanis az küld értesítést az új videókról, illetve a live-okról is. Szóval, ha ezt megteszed, akkor köszi. Nos, de szerintem lássuk is a következőt. Harmadik. Árnyalak. Ezt a képet egy olyan felhasználó küldte, aki nem szeretné, hogy bemondjam a nevét, szóval ezt tiszteletben is tartom. Nos, de bármi hihetetlen, ez egy videó lesz. Szia, nem tudom, neked mennyit jár a videó. Több mint 10 éve csináltam a videót magamról. Akkor került először kezembe olyan mobil, amivel lehetett kamerázni. Így hát meginterjúztattam magam. Ne kérdezz miért. Sajnos elég rossz a minőség, de a lényeg a jobb alsó sarokban látható. És hát, nézzük is. Én vagyok. Wow. Szóval láttam. Én vagyok. És szeretek rajzolni. Úristen, hajnali 3 óra van, és egyedül nézem ezt, és kirázott a hideg. Rólam tudnédik, hogy én az árnyemberektől így off, én utálom őket. Szerintem azok a legparábbak egyébként így a szellemfajták közül, hogyha lehet így mondani. Visszajátszom még ezt, és nézzétek a jobb alsó sarkot. Olyan szinten természetfeletti mozgást végez, tehát jó lehet mondani, rossz a minőség, és elment valaki a háttérben, de itt olyan szép, tisztán és simán suhan el, hogy az persze lehet, hogy hülyeséget mondok, a szkeptikusok biztos, hogy nem fogják elhinni, szóval tök mindegy. Na nézzük még egyszer.
és ott el is ruhan. Hát nem van bizonygerjesztett a háttér. Figyeljük még egyszer. És bum. Szerintem ez roppant hiteles videó egyébként. Láttam már ilyen árnyemberes videókat, és elég hasonlítanak erre az egy videóra. Szóval ez király videó volt. Most lássuk a negyedik videót. Negyedik. Furcsa alak. Ezt a videót Jácint Kovács 123 küldte nekem. Szia Marki, én kb. 2 napja csináltam ezt a videót tesómmal, meg az unokatestvéremmel. Igazából egy kis csillezésnek indult az egész. De hallottuk, hogy nagyon ugatnak a kutyák. Kert másik felében lakunk. És az külön hozzátette, hogy a faluban laknak. Ezért gondoltunk, felnézzünk, hogy mi van ott. Így akkor azt hittem, hogy valami nagy állat van a fán. De visszanézve a videót, nekem egy lélek jutott eszembe. Rá egy napra átküldtem a videót Ádámnak, unokatestvéremnek. Ő se tudott rám itt mondani semmit, csak az, hogy valami lény lehetett. Pár hónapja meghalt a falunkban egy családapa. Azóta is nagyon furcsa dolgok történnek itt. Mi is jobban voltunk velük. Dehogy is. Ott van mi? Ott van. A gyardapám. Hárman ember, megyek ki előre. Nem. Akkor adja a lámpát. Nem. Megyek. Nem. Gyere lehel. Ó, beszarjak. Ti láttatok valamit benni? Semmit. Ez mi a zsák? Futál meg! Fuss! Ebben a videóban csak én nem láttam semmit. Tehát az a lényeg, hogy valamit láttak és azután elfutottak. Hárman ember, megyek ki előre. Nem. Akkor adja a lámpát. Nem. Megyek. Nem. Ott volt valami, nem tudom. Lehet, hogy ott volt valami, de nem hiszem. Tehát, hogy nem biztos. Futál meg! Fuss! Nézzük a visszajátszást. Srácok, ha ti láttok ebben valamit, akkor írjátok meg kommentből, hogy ti mit láttok, mert én nem látok semmit ebben a videóban. Persze nyilván a minőség is közre játszik, de tényleg nem látok ebben semmit, bocsi, de hát ez nem tudom mit kezdeni. Talán, hogyha nem futottatok volna el, akkor lehet, hogy látunk volna valamit. Egyébként nem rossz a videó, volt egy kis atmoszférája, de nem vettem ki ebből semmit. És jön a következő, és egyben az utolsó is, ami szerintem ismételten elég para. Igen, direkt hagyom a végére a parát. 5. Temetői nő. Ezt a képet Tasak Csaba küldte. Hello Marki, a véleményedet szeretném kérni. A sztori. Múlt hétvégén szombaton este körülbelül 6:30 fele lehetett, amikor elindultam hazafele biciklivel. Amikor útközben támadt egy ötletem, hogy kinézek a helyi temetőbe és lövök pár képet. De már az úton észrevettem, hogy az egyik sírnál van egy fekete alak. És nem mertem oda menni. Volt egy olyan érzésem, hogy egy nő van ott. Lőttem róla képet, aztán elindultam hazafele. De útközben csak furdált kíváncsiság, és hát így visszamentem, és ismét ugyanott volt megint. Lefotóztam, és szerintem az a valami is látott engem. Ezután tényleg hazamentem. És nem tudom biztosan eldönteni, hogy mi van a képen. Egy szellem, vagy csak egy ember. Bár én a szellemet valószínűbbnek tartom. Tehát itt lenne az a bizonyos kép. Ugye hát a felső kép egy fényes nappal lévő temető. Az a helyzet, hogy ezen sem látok egyelőre semmit, de elvileg küldtél második képet, amit bekarikáztál. Így is van, be is karikáztad, igen. De ismét egy olyan kép, ami eléggé megmagyaráztatlan. Mégpedig azért, hogy mondtad, hogy ott állt egy nő, tehát elindultál, visszamentél, és mindig ott állt, tehát egy húzamosabb ideig állt ott, ami már magában elég frusztráló. Most igen, látom azt, hogy ott valami kék, talán az valami virág lehet, így valami sírkövön, és az teribe átlátszódik az alakon. Tehát az az alak, az áttetsző. Tehát az fix, hogy nem ember. Amúgy nagyon látszik a női alak, tényleg női alak van ott. Hát nem egy biztató kép, mit ne mondjak. Csaba, hát köszönöm nagyon szépen, hogy elküldted ezt a képet. Ha van kedved, akkor menjél vissza, és fotózgassál ugyanannál a sírkőnél, hogy hát ha feltűnik ismét egy ilyen alak. Aztán majd küld el nekem. Most én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én Marki voltam, a következő videóban találkozunk, remélhetőleg. Addig legyetek jók és sziasztok!